Móri Zsigmond és Krúdi Gyula kéziratai, megyeíró, költők, dedikált kötetei, kodály kézjegye, száz éves képeslapok és a felbecsülhetetlen értékű kor dokumentum, a nyírvidék összes példánya. Többek között ezeket a kincseket őrzi a Móri Zsigmond könyvtár helyi történeti gyűjteménye. A kincsestár ráadásul egyre bővül jelenleg 11.500 könyvet és több mint 53.000 darab folyóiratot, dokumentumot, apró nyomtatványt érmét tartalmaz. A gyűjteményről az Értékes Esték programsorozat keretében László Gézáné tartott előadást. A főkönyvtáros elmondta, a helyismereti részlegen a történelmi szabolcs szatmár Bereg, Ugocsa és Ungvár megyék településeire vonatkozó irodalmat és az innen származó, a térségnek hírnevet szerzett közéleti személyiségek örökségét gyűjtik és archiválják. A szépirodalom mellett számos kutatási szempontból is jelentős monográfiát tartanak a polcokon, de van itt 150 éves iskolai értesítő és kiadvány is az 1800- as évek második feléből. A gyűjteménybe pillantva megelevenedik a történelem, és még a laikus számára is érthetővé válik, mit jelent a lokál patriotizmus. Ha megismerjük ezeknek a, a a városunknak a történetét, hogy milyen küzdelmek árán jutott ide a város, akkor, akkor úgy gondolom, hogy az itt élők talán jobban szeretik majd, és hát nyilvánvalóan jobban meg is ismerik a várost, a megyét. A könyvtár helyi történeti anyagát a közelmúltban az önkormányzat is elismerte, felvették a nyíregyházi települési értéktárba is. Azért fontos a nyíregyházi lakosságnak, hogy közelebbről megismerhesse szűkebb lakókörnyezetét, a Szabadszat már Bereg megyét, és nyíregyháza történelmét, történetét, az itt élő írókat, költőket, hiszen olyan helyismereti gyűjteménnyel rendelkezünk, ami egyedülálló. A helyi ismereti gyűjtemény azért is fontos az itt élők számára, mert itt törzik a megye sajtóját. Megtalálható az elsőként 1867-ben megjelent nyírvidék összes száma, de mikrofilmen más 1945 előtt megjelent helyi lapokat is böngészni lehet. Természetesen a Kelet-Magyarországot vagy az önkormányzat lapját a nyíregyházi naplót is tanulmányozhatják a kutatók és érdeklődők a könyvtár első emeletén található gyűjteményben.